Na hát az IVS szakmai szervezet is megalkotta maga véleményét az új nemzeti alaptantervről, amiben egyébként megjelenik a digitális kompetenciák fejlesztésének a szándéka, de nem egészen úgy, ahogy azt ők korábban javasolták, hogy legalábbis még bőven lenne mit tenni és javítani ezen a téren, úgyhogy erről fogjuk majd kérdezni Bot Vilmost, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének, az IVS-nek elnökségi tagját. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk, szervusz! Na mi az, ami most jó, hogy bekerül a NAD-ba, mi az, ami nincs benne, és jó lenne, hogyha ott lenne? Hát az Informatikai Vállalkozások Szövetség az valóban szakmai szervezet, de nem pedagógiai szakmai, ezért számunkra az a fontos, hogy a digitalizáció, hogyha úgy tetszik, az infokommunikáció szempontjai milyen mértékben jelennek meg, és nem elsősorban azért, mert nekünk a tagjaink IT cégek, és akkor majd többet tudnak eladni gépből, meg szoftverből, hogyha az oktatásba ez bekerül, hanem részben azért, mert a munkavállalók digitális kompetenciának a fejlesztése nélkül néhány év múlva nem lesz, aki dolgozva, sem az IT cégeknek, sem egyébként mondjuk a bankoknak, vagy az autógyáraknak, ahol szintén egyre nagyobb mértékben digitális munkavégzés folyik. Pont, bocsáss meg, a napokban járt itt nálunk Chris Mathiesen, a Microsoft elnök vezérigazgatója, és pont vele beszélgettünk arról, hogy most már gyakorlatilag minden vállalkozás egy szoftvercég lesz, vagy egy technológiai cég lesz, pont annak kapcsán, hogy átszövi most már a digitalizáció a működésüket. Igen, pontosan így van. Hát pont a Microsoft támogatásával készítette el az IVS azt a digitális gazdaság méréséről szóló kutatást, amely ezt alátámasztja. Már most is 20% a digitális gazdaság a teljes GDP-n belül, de ez csak az, amit lehet mérni, amit meg nem lehet mérni, mert az összes többi ágazaton belül történik. Arról is látszik, hogy folyamatosan nő. És ha ez így van, már pedig hát ezt a kutatások alátámasztják, akkor a munkaerő képzésekor, akár a felnőtt korban, de még inkább persze az oktatási rendszerben, azokat a digitális kompetenciákat kell fejleszteni, amelyek alkalmassá teszik majd a leendő munkavállalókat a digitális környezetben való munkavégzésre. Digitális kompetenciának hívják így átfogó néven. Sok mindent jelent, a legkevésbé mondjuk pont azt, amit ma informatika tantárgy címén tanítanak a gyerekeknek, hogy mik a számítógép részei, hanem sokkal inkább egy gondolkodásmódot jelent, az algoritmizálás képességét, a logikus probléma megoldást, a csoportmunkát, mi azokat a készségeket, amelyeket majd munkaerő felvételi interjún elvárnak az emberektől. És mi annyit kérünk számon a NAD-tól, hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdéshez, hogy nem is a NAD-tól, hanem az oktatási rendszertől, csak hát a NAD ennek a kottája volna, igen, ha jól értjük, hogy ne csak kimondja, ahogy most egyébként a bevezetőjében azért viszonylag hangsúlyosan kimondja, hogy a digitális kompetencia fejlesztés az fontos. Mondok egy számot, a legutóbbi NAD-ban 17-szer szerepelt az a szó, hogy digitális, a mostaniban 261 alkalommal szerepelt. Hát numerikusan már jók vagyunk, kvantitatív értelemben, ám de kvalitatíve még nem ennyire rózsás a helyzet, vagy hát legalábbis majd a kerettanterveken, meg a pedagógiai gyakorlaton fog múlni, hogy mennyire veszik komolyan ezt a részben az oktatás szervezés, részben pedig maguk a pedagógusok, meg az intézményvezetők, hogy a digitális kompetenciákra kell helyezni a hangsúlyt. De az igazi problémát az jelenti, hogy hiába gondolja azt a gyerekem matek tanárja, hogy jó volna digitális eszközökkel, digitális módszertanokkal, digitális eszközökön tanítani, ha egyébként ezt nem tolják oda alá, vagy mögé. Magyarul nincs meg az infrastruktúra, nincs meg az eszközellátottság, nincs meg a pedagógiai felkészültség, digitális módszertanok, nincsenek olyan tananyagok, amelyek jól használhatóak. De mindezt így rendszerben a digitális oktatási stratégia 2016-ban összefoglalta, és ezt a kormány el is fogadta. Tehát ma az a helyzet van, létezik egy olyan kormányzati stratégia, amely a digitális oktatási stratégiának hívnak, amely elég precízen megmondja, hogy mit kéne csinálni, és létezik egy helyzet, amelyet mondjuk fényévekre van. Egyetlen része valósult meg teljes körűen, az az infrastruktúra fejlesztés. Tehát ma Magyarországon elvileg minden iskolának van legalább 100, a nagyobb iskoláknak legalább 1 gigás sávszélessége, és minden iskolában van elvileg minden tanteremben és minden közösségi térben megfelelő wifi kapcsolat. Viszont az összes többi elemét ennek a stratégiának még mondjuk úgy, hogy szuboptimális mértékben valósították meg. Sem a pedagógus alapképzésbe, sem a pedagógus továbbképzésbe
nem elég hangsúlyosan jelenik meg a digitalizáció szempontja. És akkor voltak éppen az IVS annyit állít a NAT-tal kapcsolatban, hogy nem arról kéne vitatkozni, hogy ki volt a kisebb, nagyobb egyenlő költő 100 évvel ezelőtt, már ezek nyilván esztétikai és tartalmi értelemben fontos kérdések, de az oktatásnak legalább annyira feladata a jó polgár képzésén kívül a jó munkavállaló képzése, márpedig a jövő munkavállalója digitálisan felkészült, tehát a vitákat sokkal inkább szeretnénk abba az irányba terelni, hogy miként lesz digitálisan felkészült az oktatási rendszerből kikerülő polgártárs, nem pedig abba az irányba, hogy szélső jobb, szélső bal, vagy centrista nézeteket halló írók művein szocializálódik. Igen. Akkor lehet azt mondani, hogy a kormány oldalon van a foci? Mert hogy itt, ahogy elmondtad, ugye van erre stratégia, sőt kormányhatározat is, csak végre kéne hajtani. Igen, mindemellett természetesen ez hatalmas pénzt jelent, és az a törekvés természetes a kormány részéről, hogy amire van uniós forrás elérhető módon, azt próbálja meg uniós forrásból finanszírozni, és igazságtalan volnék, ha azt állítanám, hogy nem indultak olyan projektek, amelyek a pedagógusok digitális fejlesztését célozzák, vagy az eszközbeszerzéseket. Mindig az a probléma, hogy a nagyságrendekkel nem számol senki. Tehát kis túlzással, hogyha az a feladat, hogy én vegyek egy raklap almát, és már vettem egy darab almát a fáról, akkor nem pipálhatom ki a feladatomat. Magyarul, ha vettünk 10 000 laptopot az oktatási rendszerbe, vagy 30 000 tabletet, attól még az 1,3 millió diáknak nem lesz tabletje, és a 160 000 pedagógusnak sem lesz laptopja. Magyarul nem annyit, nem olyan sebességgel, és feltétlenül nem olyan áron szokott vásárolni a kormányzat, mint amennyire szükség volna. Ez nyilván egy költségvetési kérdés is, és mi csak annyit mondunk, hogy ha prioritás a munkaerőpiacnak megfelelő munkaerőnek a képzése, akkor az oktatási rendszerre kell helyezni a hangsúlyt. By the way, hogyha a digitalizációt egy versenyképességi kitörési pontként értelmezzük, már pedig a kormány ezt viszonylag gyakran szokta mondani, akár az 5G-ről, akár a mesterséges intelligenciáról, akár általában a digitalizációról esik szó, vagy az ipar 4.0-ról, akkor ennek a pandantja, a kéz a kézben jár vele az, hogy az oktatási rendszer digitalizációjával kell kezdenem, mert különben 10 év múlva itt fogok állni kiváló ipar 4.0-ás gyárakkal, amelyek sötét gyárak lesznek. Igen. De nem azért, mert akarom, hogy sötét legyen, hanem nem lesz benne munkaerő. Világos. Mit lehet tenni? Tehát most egy állásfoglalás van, egy vélemény, van kormányhatározat, gyakorlatilag van egy csomó minden, van információ, van egy csomó akarat, ellentmondás, igen. Van egy csomó ellentmondás, de hogyan tovább? Hogy lesz ebből nem elsötétülő, vagy nem sötétben semmit nem termelő digitalizált gyártósor? Mi a szövetségeseket gyűjtjük IVS-ként, azokat a politikusokat, szakpolitikusokat, köztisztviselőket, általában is mindenkit, médiabeli szereplőket igyekszünk magunk köré gyűjteni, vagy megnyerni az ügynek, akik elhiszik azt, amit mi állítunk, hogy csak akkor lesz digitális felvirágzás az országban, hogyha ehhez a szükséges lépéseket az oktatás területén is megtesszük, és itt természetesen nem csak a köznevelésről van szó, és nem arról, hogy gyorsan adjunk az óvodások kezébe okostelefon, bár ez sem tartom teljesen elvetendő ötletnek, hanem a oktatási rendszer minden szegmensében, és legfőképpen leggyorsabban a felnőtt képzésben, meg a szakképzésben, tehát a munkaerőpiachoz legközelebb lévő oktatási intézményekben, tegyünk nagyon gyorsan azért, hogy mind a pedagógusok, vagy a szakképzők, oktatók, mind pedig a háttérinfrastruktúra az megfelelő legyen ahhoz, hogy korszerű, élményvezérelt, és legfőképpen a munkaerőpiac elvárásának megfelelő képzési rendszer jöjjön létre. Ez nem kismértékben szándék kérdése, és igen, aztán második körben pénzügyi kérdés. Jó, hát mi hiszünk ebben, ezért is a mi magunk szerény eszközével hozzájárultunk ahhoz, hogy ez terjedjen ez az eszme, és hogy beszélgettünk veled. Úgyhogy hát mi sok erőt és kitartást ehhez a feladathoz. Köszönjük szépen. Köszönjük, szép napot kívánok. Platformot biztosítottak. Szervusz. Bot Vilmossal, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének az IVS elnökségi tagja